Megyek! És egyedül török be a paradicsomba, és számon kérlek Istentől. A császárság örök, a cár trónja örök, mint Isten, aki megalkotta. Te döntenéd meg? Az autóiparban dolgozom régóta. Igaz, hogy mi vagyunk a te választott néped, de nem választhatnál helyettünk egyszer-egyszer valaki mást is. Fél évig voltam az Ady Endre iskolába, mert a nagymamámékhoz voltunk, a Revicki Ági nagymamámékhoz voltunk bejelentve, és úgy kerültem át a József Attilába. Ott mondta először az egyik tanárom, az osztályfőnököm, hogy miután én állandóan kontráztam a tanárokat, tehát soha nem volt önálló az én humorom, hanem ha valaki valami tévedést követett el, vagy lehetőség volt arra, hogy kifigurázzam őt, vagy kifordítsam, amit mondott, én azonnal rácsaptam, és óra közben képes voltam rászólni. Amint persze az osztály nagyon jót szórakozott, én pedig állandó büntetés alatt voltam, de ez egy nagyon kedves tanár volt, mert ő úgy reagált erre, hogy fiam, nagy bohóc lesz belőled még. A Várkonyi kérte tőlem a négy ökörös szekeret, de úgy, hogy azt rendkívül cinikusan mondjam el. Tehát rögtön meglátta bennem, hogy én valami intrikus alkat vagyok, és ezért ezt kérte tőlem. Az volt a tematika akkoriban a főiskolán, és ezt sajnos úgy néz ki, hogy nagyon sok tanár elfogadta. Hogy akiket felvesznek és kiválasztanak, ezeket az embereket össze kell törni és újraépíteni. Letörni az egyéniségét, és aztán majd valami ebből a masszából, ebből majd ők fölépítik a... Hát ez egy, azt hiszem, ez egy súlyos tévedés. Azt hiszem, hogy így a színházi életben valamit nagyon megalapoztam. Nevezetesen azt, hogy a testbeszédnek micsoda fantasztikus jelentősége van a színészetben. Magányos vagy. Jó helyt vagyok a magam társaságában. És ha veled lennék? Két Istent akkor sem szolgálnék. Akkor is megmaradnék a magamé mellett. Az kicsoda. Nem tudod? Nem. Nem is sejted? Nem. Előtted áll. Nagyon sok jó szerepet játszottam, az igaz, de igazán teljes szerepet, az nem is olyan rég volt, az a Tevje volt. A színészetnek minden formája megvan benne. Tehát táncol, énekel. Abban az évben, amikor játszottam, hogy ez mennyire így volt, hogy ne tűnjön nagy képűségnek, mindent elnyertem bele. És hát tényleg ez a szerep, ez nagyon az enyém volt. Mert megtaláltam a titkát. Ennek a szerepnek az a titka, hogy ezt a témát, amivel foglalkozik, ezt el kell fogadtatni. Ezt valami olyan szeretettel kell játszani, ezt a szerepet, hogy ez a szeretet, ez átölelje az egész közönséget. Tehát olyan állapotot kell létrehoznom, ami nevezetesen nem más, mint maga a színészet, hogy teljesen, amikor már te vagy a szerep. Amikor már minden néző veled. Hát most miért akarnék én színházhoz leszerződni? Annyit játszom, amennyi szükséges a színészethez, hogy ne felejtjük el. Mert sok színész abba a hibába esik, hogy elkezd rendezni, megszereti, és kimegy belőle a színészet. Tehát nem lehet a színészetet abba hagyni.
talán az az érdekes benne, hogy rám gondolt az Eperjes Károly rendező, hiszen alkalatilag ugye Kabos Gyulától én nagyon messze állok. És ezt a szerepet kifejezetten neki és az ő alkatára írták. Úgyhogy meg kellett találnom tulajdonképpen a hogyanját a dolognak, hogy hogyan játszhatom el ezt én ilyen vékony alkattal és teljesen más színészi eszközökkel, mint ahogy Kabos Gyula játszotta. Ez főleg a testbeszéd volt. És ugye nekem van egy elég különleges mozgásom, úgy a magánéletben is. Mindenemmel beszélek, minden egyes testrészemmel. És valószínűleg ez az oka, hiszen vannak olyan néma jelenetek a darabban, amelyek tapsosak. Jó volna, hogyha a nézők azért látnának tőlem egy olyan szerepet, amiben mondjuk egy elmebeteget, egy nagyon súlyos elmebeteget, vagy akár egy gyilkost. Úgy érzed, ezek közel állnának? De hozzá? Ha jól volna megírva, hogy hogy jut el oda abban. Ismerjenek meg úgy is, mint hogy nagyon komoly színészt. Nagyon sokszor megtapasztaltam, hogyha nézem valamelyik rendezvénynek a rendezését, már rég látom a helyzetet, és még nem. Erre van antennám, meg van érzékem. De inkább én így elmennék játékmesternek. Ez Oroszországban nagy divat. Ott vannak játékmesterek. És van a rendező. Én nemzeti érzelmű ember vagyok. Nekem ez a sejtjeimben van, a véremben van. Én soha nem diszidáltam volna. Én személyesen. Ez egy olyan különleges nyelv ez a magyar, hogy ezt senki nem beszéli a világon, és én ebben érzem jól magam. És nem találok hiányt benne. Egy év múlva már 70 éves vagyok. Most már szeretnék egy kicsikét többet kint lenni az imádott természetben. Már mással kéne foglalkoznom. Mert csak a színház, csak a film, csak állandóan csak dolgozni, állandóan csak megnyilvánulni. Voltam én nagyon beteg, nagyon súlyos, halálos beteg, és 52 napig voltam kórházban. Hát először ott tapasztaltam meg, hogy nem erről szól az élet.